Kaposszeg Csőm megnyitotta kapuit az óvoda mellé az újonnan épült bölcsőde. A megnyitót a picik kezdték táncaikkal. A Kaposszegcsői Csillagvirág óvodánk bővülhetett egy bölcsőderésszel. Ez azt jelenti, hogy most szeptember 1-től már Kaposszegcsői Csillagvirág óvoda és bölcsőde lesz. Jelenleg 60 gyerek jár az óvoda részbe, két csoportba, és így most egy csoporttal pluszba bővült a bölcsődei csoporttal. Ez 14 férőhelyet jelentene, de mivel hogy két évesek alatt is vannak a csoportban, ezért a maximális 12 fővel indul szeptemberbe a csoport. A bölcsőde már régóta szerepelt a tervek között. Amikor már mi lettünk a mostani képviselőtestület, akkor láttuk, hogy nem biztos, hogy az az út, hogy még az óvodába kell egy csoport, hanem már ugye jobban tudunk játszani, meg ugye jobban ki tudjuk szolgálni az igényeket, hogyha inkább bölcsődét építünk mellé, és akkor jött ez a lehetőség, hogy ugye 19-től, vagy 18-tól helyettes államtitkár úr el is mondta, hogy megnyíltak ezek a pénzforrási lehetőségek, hogy bölcsődéket lehet ugye építeni, illetve támogatást lehet rászerezni. És akkor így gyakorlatilag 21 végén adtuk be a pályázatot. Az eseményen Potápi Árpád János országgyűlési képviselő is részt vett, és köszöntötte a jelenlévőket. Gratulálok a beruházáshoz, gratulálok a kivitelezéshez, mert az sem mindegy, hogy ugyanabból a pénzből milyen módon, milyen minőségben építjük meg az épületet, illetve csoportszobákat, hogyan alakítjuk ki, milyen bútorokkal látjuk el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is ez magas szinten valósult meg. A bölcsődés évek fontosak a gyerekek számára, így most Kaposszegcsőn a legkisebbek is részesülhetnek a fejlesztési lehetőségekben. Ahova a szülők beadják a gyereküket, ahol oktatási, nevelési feladatot látnak el, hiszen ezek oktatói, nevelői intézmények. Korán reggel vihetik a szülők a gyerekeket, és késő délutánig a gyerekek biztonságban vannak, étkezést kapnak, amelyet jelentős mértékben támogat a kormány, hozzájárul az étkezési költségekhez, és emellett pedig a gyermekeinket az alapvető szocializációs dolgokra tanítják meg. Amit az óvodás korban a gyerekek megtanulnak, az nélkülözhetetlen az élet további részében. Az iskolai évek előkészítő intézményei a bölcsőde és az óvoda, így fontos, hogy minden kisgyerek részesüljön ezekben a lehetőségekben.